Én azt gondolom, hogy a Vincével nekem nagyon nagy bajom van. Ugyanis már tavaly olyan magasra tette a mércét, hogy egyszerűen az idei év elvárásai azok olyan magasak, hogy nem tudom, hogy lehet ezt überelni. Bár most miután egy nagyon speciális sajtótájékoztatón vagyunk túl, amelyik azért volt speciális, mert egyrészt láttunk egy brilliáns kis filmet, amely pontosan a francia és az amerikai kaliforniai borok közötti versenyhelyzetet dokumentálta valamikor az 1970-es évek közepétől, talán szerintem 1976. Igen, mert 7 évvel volt a Woodstock után, és az meg 69, szóval persze ezek nagyon fontos dolgok. És már tavaly is a Vince idehozott Magyarországra olyan igazán brilliáns és top bor szakembereket, akik valóban a kisújjukban és a nyelvük hegyén érezték a bor minden rezzenetét, és ezt most látva a mostani listát, azt gondolom, hogy ezt überelni tudják. Az a fontos, hogy a szakma minden képviselője itt legyen. Tehát itt tényleg a gasztronómusok, a külföldi bevásárlók, itt legyenek a szomeliék, itt legyenek a borszakírók. Viszont a törzs vendégek ugyanolyan fontosak a borászok számára. A borászok visszajelzései alapján nálunk azért jó megjelenni, mert olyan potenciális vásárlókkal ismerkednek meg, akik aztán rekesszám rendelik a borokat folyamatosan az év hátralévő részében. Ez az egyik része a dolognak, a másik része az újságírók és külföldiek, akik írnak róluk. Viszont ugye a szakma fontos, ezt most az egyik újítás, hogy ugye pénteken lesz egy szakmai nap. Ez még nem volt korábban, eddig csak szombat-vasárnap volt, tavaly is, tavaly előtt is, és most hozzátettük a pénteket, ami csak szakmai nap. Amiben mi még most úgy gondolom, hogy többet tudunk tenni, az az, hogy amiben nagyszerű volt az első meg a második rendezvény, azt most még szebben csináljuk meg. Tehát, hogy minden apró részletre figyeljünk, minden tökéletes legyen, minden bor a helyén legyen, minden ember a belépéstől a távozásig elégedett legyen. A részletekben nagyon sok fontos dolog van, amire oda kell figyelnünk.